Felség! Felség! Fajszföld külső parlatán elült a hadvasak zadorlata. Felség! Az izgatott garabonc lihegve suttogott a királyi alvószekrény ajtajánál. Felség! Felség! Mivel választ nem kapott, hangosabban folytatta. Felség! Most kapott csak észbe, kedves olvasó, hogy a fent leírt szavak a balatóniai nyelv egy régi változatában hangzottak el, amit kizárólag Fajszföldön beszélnek már. Mivel manapság ezt nem sokan értik, a legjobb lesz újra kezdeni az egészet. Tehát. Felség! Felség! A határvidéken végleg megszűntek az ellenséges portyázások! Felség! Az izgatott garabonciás suttogott a királyi alvószekrény ajtajánál. Felség! Felség! Mivel választ nem kapott, hangosabban folytatta. Felség! Tiéd a győzelem! Az alvószekrény néma maradt. A garabonc tanácstalanul állt, mert ilyen még nem fordult elő. Fajszföld királya hatodik torkos hollád igen éberen aludt, általában a legkisebb nerszelés felébredt. Uram! Folytatta, szinte már kiáltva, és a harsány szólítást kopogással toldotta meg. Semmi. A garabonc verejtékezni kezdett, és hosszú bajszát pödörgette idegesen. Némi töprengés után óvatosan elhúzta az alvószekrény ajtaját, elhűlve tántorodott hátra. A királyi fekhely üres volt. Armand, nagyon szépen köszönjük Jenei Zoltán Réf Fülöp és Réf Fülöp Fajszföldön című regényei kapcsán beszélgetünk. Ebből hallottunk most egy részletet. Zoli, elégedett voltál? Csodálatos volt. Csodálatos. És az első mondatokért én kérek elnézést. Na, hát el is hangzott az, hogy Balatónia, tehát hogy egy, mondhatni azt, hogy Balatónia lovagregény, mert hogy kicsit keverednek a középkori elemek, a Balatonra épülő mítoszok, milyen jó játszani is ezekkel a szavakkal, hogy Réf Fülöp, akaratja hercegnő, Csobánc király, ugye beleolvastam én ebbe a könyvbe, szóval a te Balaton mítoszod, ez miből alakult ki, hogy jött létre ez a könyv? Egész pontosan az első megfogalmazás volt, hogy ez egy balatóniai lovagregény, mert hogy nem balatoni, tehát nem Balatónia. Létező balatoni legendákat dolgoz fel, hanem egy képzeletbeli világban játszódó, valóban a középkori lovagvilágnak a milliójét idéző regényekről van szó. Tehát itt egy teljesen újan a Balatonhoz kötött mondavilág van, tehát nem a Balaton. És ez az első mondat, hogy a külső Fajszföld külső parlatán erült a hadvasak zadorlata, ez nem egy magyar, régi magyar nyelvből vett idézet, hanem egy teljesen fantázia szülött mondat. Ez részben fantázia szülött, részben egy másik ember, Kálnoki Lászlónak a fantáziájából született. Ez egy műfordítás paródia, mégpedig az Arany János Shakespeare fordításainak a paródiája Kálnoki László által. Az eredeti szöveg úgy hangzik, hogy fenség a Frankföld künső parlatán erült a hadvasak zadorlata, és utána még folytatódik tovább a szöveg. De remélem, hogy kitűnt azért a nézőknek, hogy ezt alapvetően gyerekeknek, úgy mondom, hogy is szántad, mert hát miért ne olvashatnák a felnőttek, tehát hogy ez egy olyan fajta kalandregény, amit megértenek a gyerekek. Nagyon sok történelmi dolgot is megtudhatnak, de amikor például itt nem messze itt a Veszprémhez közel, akár hogyha azt mondom, hogy Vászolj, az én kedvenc kis településem, az szintén belekerült ugye az egyik könyvben. Voltak neked előkutakodásaid? Akár történelmi, akár játszadozva a földrajzi nevekkel? Hát a földrajzi nevek azok mind aktuálisak, tehát azok mind rajta vannak a mai Balaton és környéke turista térképeken. Ami viszont a lovagi részét illeti, az pedig az én úgymond képzettségemből igen. fakad. Én a középkori irodalommal foglalkoztam korábban, mint irodalomtörténész. Tehát ennek a világnak az ismerete onnan származik. Remélem az elég hiteles, a többi viszont valóban meseszerű. És kik azok a fajszok? Hát a fajszok azok gyakorlatilag, hogyha a lovagok Balatóniában élnek, akkor a fajszok kis Balatóniában, és hogyha kis, ugye hollád király és a garabonc szó is, ami ugye egy ottani palotaszolgát jelent tulajdonképpen, ezek a kis Balaton környéki települések. Tehát, hogy a kis Balaton, akkor ezek ilyen kis emberkék, tehát ez a második kötete Réf Fülöp történetének, ez
többé-kevésbé emlékeztet egy ilyen gulliveri utazásra, egy apró népnek. Ezek a fajszok, ezek óbalatoniaiul beszélnek. Az óra szeretnék rákérdezni, hogy útban van, alkotod már az új balatoni nyelvet az is? Új balatoniai nyelvet azt beszéljük, azt mindannyian megértjük, az óbalatoniaival vannak kis problémák, ezért egyébként egy kis szószedet is van a könyvnek a végén, hogyha valaki esetleg bele akarna merülni ebbe a nyelvbe. Igazából ilyenfajta regény bármilyen tájegység kapcsán tudna születni, de hát nem hiába Balaton. Tehát egyrészt a Balaton is valamiféle szerelem neked, meg azt mondom, hogy a Tapolcai medence az, meg pláne a szíved csücske. Igen, hát a Tapolcai medence az igazából egy olyan táj, amiről, hogyha csinálunk egy 360 fokos panorámát, akkor az a legváltozatosabb földrajzi formákat hozza, de hát ugye itt ez a tó mellettünk, ez szerintem mindenkinek, aki járt már erre, az csak egy lelki boldogságot jelent, úgyhogy ebbe a millióbe beleültetni egy történetet szerintem ez egy legkedvezőbb vállalkozás. Kedves Zoltán, ha most el kéne köszönni a nézőktől is tőlünk, akkor ó balatoniaiul, hogy köszönnél el? Ez kedves. Azt hiszem a viszontlátásra, így van, ó balatoniaiul, és nem minden szó változott meg. De... Akkor ezek szerint mi is tudunk ó balatoniaiul, viszontlátásra, köszönjük, hogy itt voltál. Nagyon szépen köszönjük, Zoli.